Magyarországon 37 forintot fizet a lakosság 1 kWh villamos energiáért, Dániában és Németországban hozzávetőleg ennek háromszorosát. A két utóbbi országban a legmagasabb, Magyarországon Bulgária után a legalacsonyabb a lakossági áramár. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal február elején publikált elemzése is alátámasztja, hogy azokban az országokban, ahol meghatározó az atomenergia részaránya, olcsó, megfizethető áru villamosenergia áll rendelkezésre, mondta Mittler István. Magyarországon az Európai Unió tagállamai közül a második legolcsóbb a villamosenergia. Egyedül Bulgáriában olcsóbb, mint nálunk. Magyarországgal szemben nagyon sok Európai Uniós országban lényegesen többet fizetnek a fogyasztók a villamosenergiáért. Például Németországban, amiről köztudott, hogy az atomerőveket folyamatosan vezetik ki, és a megújulóknak a részaránya egyre magasabb a villamosenergia termelésben. Ott a fogyasztói ár majdnem háromszorosa, mint a magyarországi fogyasztói ár. Az elmúlt évi villamosenergia felhasználási adatai igazolják, hogy a hazai áramfogyasztás nő, az igényeket azonban nem tudják kielégíteni a hazai erőművek, ezért magas az import aránya. Hazánk import függősége Luxemburg és Litvánia után a harmadik legnagyobb az Unióban. Tavaly a felhasznált áram 31,6%-át vásároltuk külföldről, emlékeztetett Mittler István. Azt mondta, Magyarországnak szüksége van Paks 2-re ahhoz, hogy ne külföldi erőművekből, ne importból biztosítsuk hazánk biztonságos áramellátását. Összefoglalva, nagyon fontos stratégiai célja az országnak, hogy olcsó, biztonságos és környezetbarát módon biztosítsa hosszú távon a magyar lakosságnak és az iparnak a villamosenergiát. Ennek egy nélkülözhetetlen lába az, hogy a Paks 2, tehát az új atomerőblokkok megépüljenek. Az atomerőművek nem csak széndioxid kibocsátástól mentesen, hanem az időjárás alakulásától függetlenül működnek, ami a biztonságos áramellátás érdekében elengedhetetlen, összegezte a Paks 2 atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója.